Üdvözlöm Önöket, ez itt az Egyenlítő. 1200 kilométert fogunk ma sétálni, méghozzá Portugáliában. Délről indulunk északnak, és azért van itt ennyi minden, mert hát valahogy ezt az 1200 kilométert abszolválni kell, valahol aludni kell, és hát valamilyen táskával menni kell, meg valamilyen bakancsban. Ezt mindig meg fogjuk beszélni. Méghozzá itt is van vendégem, Stiglitz Gábor. Stiga! Marketing szakember. Szia! Szia, üdvözlöm a nézőket! Ez volt a hanyadik nagy túrád? Sorrendben ez volt a harmadik. Ugye egyszer voltam a francia Caminón, egyszer az északi úton, és most a portugál és az angol utat teljesítettem. Mondjuk már nagy számokat, hogy összesen hány kilométer van a lábadban így, hogyha ezt a 3-4 túrát vesszük alapul? Hát összesen nagyjából szerintem ilyen 4-5 ezer között lehet, de ez nem csak az utak, hanem még a felkészüléssel kapcsolatos. Jó, hát az első kérdés, ilyenkor az fáj? Szokott. Olyan nem? Szokott. Pár évet visszamegyünk. Mikor volt az első? 2 évvel ezelőtt. 2 évvel ezelőtt. És miért? Hát elég sok volt a stressz az életemben annak idején. Rengeteget melóztam, és ki kellett szakadjak ebből a mókuskerékből, és úgy döntöttem, hogy elmegyek egy időre, hogy a gondolataimmal leessek. És ez így be is vált. Igen, csak ilyenkor egy csomószor az emberek azt csinálják, hogy elmennek a tengerpartra, egy hetet kint fekszenek a pokrócon, közben jó színük lesz, aztán hazajönnek, és azt gondolják, hogy minden megoldódott, vagy tájföld, vagy tudod, valami ilyen. Te meg fogod magad, és komfortból kilépve, hátizsákkal, sátorral baktatsz 30 napot. Nézd, jó színem most is lett. Igen, itt a Balaton. Mondjuk, hogy pokrócon is aludtam, mert inkább hálózsák volt. Igazság szerint ez egy másfajta pihenés, én inkább, ez ilyen aktív pihenés inkább. Jó, de hogyha erre most felkapja egy néző a fejét, hogy pihenés, de hát most mondtad el, hogy 5000 kilométert sétáltál is, hogy ez oximoron. Attól függ. Igazából gyönyörű környéken sétálni az egészen más, mint mikor az ember egy városban megy, vagy muszájból közlekedik. Úgyhogy szerintem ez feltölt. Ugyanúgy, hogy az ember elmegy egy konditerembe, vagy elmegy sportolni, ez azzal legyen értékű legalábbis a túra része, de a másik fele pedig, ami az agyban, meg a lélekben lejátszódó folyamatok, azok megint csak pluszt adnak az embernek. És pont ez, hogy pluszt adnak. Ugye ennek a Caminónak mindig volt egy ilyen spirituális áthallása. Ez téged ez érint? Nem igazán. Vagy ez a vallásos, spirituális vonal, akkor ez téged nem annyira, hanem akkor a teljesítmény? Az sem. A táj? Az igazság szerint, hát a táj inkább. De az egyedül lét, az, hogy magammal lehettem, hogy kiszakadtam a verkliből, nem kellett a munkára koncentrálni, nem csörgött a telefon, tehát ezek a pluszok. De féltél, hogy kiégsz? Ki is voltam egy kicsit. De, hogy akkor már megindult a folyamat. És igen. Most már újra? Igen, változtattam sok minden azóta. Jó, de hogy ezt hogy lehet elmagyarázni az embernek, hogy ez hogy segít a séta abban, hogy te magadban rendbe rakd a dolgokat? Hogy egyszerűen nem tudsz kivel beszélni, mert ott vagy te is a gondolataid, és vagy megőrülsz, vagy jóba lesztek? A kettő nem zárja ki egymást. Mondjuk, ez igaz. Igazság szerint valójában ez van. Tehát, hogy elmész, csak magaddal foglalkozol, nem mások problémáival, nem a munkai problémákkal. Ugye ez az én oldalam, persze mások más miatt mennek többnyire, de nekem ezért kellett ez. Még egy picit a kilométereknél leragadok, jó? Mert hogy a táskára felvarókon ott van, hogy pontosan mennyit és hogyan mentél. Hát ezt nézzük meg. Nem sikerült sorba felvarni. Ezt azért muszáj mondani, hogy az nem sikerült. Melyik az első? Az első, az alulról a második. Logikusan alulról a második az első. Az ellenség megtévesztése érdekében. Ez 779,5 kilométer. Nagyjából, de ugye ez még hozzájön egy kis eltévedés, kovájgás, tehát ez a hivatalos. Akkor ez így 800-ra kijön? 800 plusz valamennyi még. És ez volt az északi? Ez a francia út volt, ez volt az első. Ez az úgymond klasszikus Camino, amit a legtöbben ismernek. Jó. A francia út. A második? A második a fölötte lévő. Az a Camino del Norte, az az északi út, az a Cantabriai tenger partján megy, egész végig Észak-Spanyolországban. Uh-huh. Az egy 800 pluszos történet, csak sokkal nehezebb, mert ugye hegyes-völgyes. Az a Camino Inglés, az idei, az volt az utolsó, ez egy rövid szakasz. Akkor ez lett volna a következő az igen, alsó, bocsánat. Az a portugál Camino Lisszabontól, ugye ezt is
kihangsúlyozom, mert sokan Portótól mennek, úgy ismerik a portugál Caminót, hogy ez Portótól van, valójában Lisszabontól kezdődik. Hát Porto az ilyen 200 plusz, a Lisszabon 650, azt hiszem, szóval valamivel hosszabb. És az angol út, hát az egy rövid, egy 5-6 napos kis szakasz, az egy ilyen levezetésnek volt jó idén. Levezetésnek a 118 kilométer. Igen, az egy kellemes kis. Ezzel? Ezzel a tatyóval? Egy nagyobbal mentem, mert a sátornak bele kellett férnie. A sátor? Igen, a sátor. Jó, ez egy, mi ez, egy 50-es? 40 plusz 5-ös. 40 plusz. És akkor mekkorával mentél, 70-es? 65-tel. 65-ös? Hány kilóra tudtad megpakolni? Hát volt vagy 20. Kényelmesen. 20? Nagyjából 20 vízzel együtt. Az nagy különbség a eredeti, vagy original Camino és a portugál között, hogy a portugálnál nagyon kevés ez a vendégszállás. Az a pár eurós, ugye? Van belőle, azért meg kell őket találni. Igazság szerint kevesebb jóval, viszont az ember is általában kevesebb. Uh-huh. Főleg az első szakaszon, a Lisszabon-Porto részen, ott kevesebb a szállás. Porto után már azért van rendesen. De akkor ott használtad a sátrat? Ott sátorban aludtál azon a szakaszon? Nem, volt egy kis bemelegítő túra, mert idén azt terveztem el, hogy az egész félszigetet végig gyalogolom délről északra. Úgyhogy Portugália a legdélebbi csücskére, a portugál világ végére, Sagresbe mentem el. Ez az óceánparton van, és onnan gyalogoltam föl Spanyolország északi partjáig. És ez az első, ennek az első szakasza egy nagyon híres túraútvonal, ami az óceán parton halad, egy ilyen nagyjából 230-250 kilométeren keresztül. Ez a Rota Vicentina úgy hívják. És mivel az egy túraútvonal, ott nincsenek ilyen zarándokszállások, az nem Camino, és ott használtam leginkább a sátrat. És utána haza küldted, vagy azért vitted magaddal? Nem, vittem tovább. Mert ezt gondolom, nincs két kiló. Nincs. Ez azért jó, hogy ez nincs két kiló. Jó, akkor kezdjük el ezt a portugál túrát, jó? Hogy azt mondtam, hogy 1200 kilométer cakkumpak az elejétől a végéig. Akkor lemegyünk ott van egy világító torony is, ugye? Ott a portugál világ végén. Jó, hogy megérkezel oda, de induljunk el Budapestről, jó? Jó. Azt hiszem, egy magyar légitársasággal mentél ki. Igen, Lisszabonban valami, valahogy azt gondolom. Igen. És akkor onnan hogyan? Hogyan tovább? Ott megaludtam egyet, és hajnalban tovább buszoztam Sagresbe, délre. Nagyjából délre is értem oda, úgyhogy akkor egy rövid napot kezdtem el ezen a Rota Vicentina nevű túraútvonalon. Egy ilyen 14-15 kilométert tudtam menni első nap. Akkor ez egy ilyen bemelegítő. Az egy bemelegítő. Hát kíváncsi voltam, hogy ezt a nehéz táskát hogy bírom, mert ennél sokkal könnyebben szoktam menni. 20 kiló az sok. Az nagyon sok. Erre szokták azt mondani, hogy az ember testtömegének a 10%-a nagyjából. Ez jelen esetben 9 kiló körül van. Azt te megdupláztad. Nagyjából. De egyébként, aki komolyabb túrára megy, azért ott a 20 kiló az nem egy olyan óriási tétel. De azért az elején meglepődtem. Utána hozzáedződtem viszonylag hamar, de az elején azért érezhető volt a különbség. Ugye ezért csináltam már hosszú és nagy túrákat, ugye ezt meg is néztük már itt a táskádon. Ez miben különbözött az eddigiektől? A tájat nézve, az időjárást nézve, vagy bármi egyebet? Így a legelején. Igazából a benyomások? A legeleje, az valami fantasztikus volt, mert az óceánparton ment, ugye én ott még nem túráztam sosem. Ez a túraútvonal, ez azt hiszem 2016-ban talán Európa legszebb túraútvonalának választották, és egy ilyen tájvédelmi körzet az egész. Tehát élővilág, növényvilág csodálatos. Nem is lehet ott biciklivel menni, nincsenek autók, semmi, csak túrázók, és annyira erodált a part, hogy óvatosan kell kimenni a sziklák szélére, hogy nehogy leessél, nem is javasolják egyébként tériszonyos embereknek, úgyhogy ez valami fantasztikusan gyönyörű volt ez a rész. Tudod, milyen környezetvédelemmel foglalkozunk itt a műsorban leginkább, és az, amit ott láttál, hogy oké, nem lehet bemenni motorral, kocsival, biciklivel, semmivel, de műanyag vagy bármilyen egyéb szemét és hulladék, hogy ami bántotta volna a szemed, ezt majd mindegyik résznél meg fogom kérdezni, hogy hol mit tapasztalsz, hogy ott ezt mennyire, portugálok mennyire figyelnek erre, vagy mennyi mindent hoz ki ott az óceán? Az óceán hozott ki cuccot, meg is lepődtem, hogy miket, egy párat le is fotóztam, mert én is eléggé rajta vagyok ezen a témán, főleg a műanyagmentességet igyekszem elérni, amennyire lehet. Ott azon a részen nem volt gond.
Tehát az tényleg egy tájvédelmi körzet, az tényleg rendben volt, nagyon szép volt. Később már így Portótól már ja, talált. Akkor majd beszélünk arról, hogy odaértünk, igen. Jó? Na akkor ott mész a strandon. Itt van is egy rövid drónos felvétel, amit kaptunk tőled, de az a strandon. Ugye? Az még éjszakabbra van. Az utána van, igen. De van egy összesítés az egész utadról. Nézzük azt meg, ami egy ilyen kis kedvet csinál nekünk, jó? Jó, hát ez az első fele, ez a kifejezetten a Rota Vicentinára vonatkozik, az első 250-re. Az első 250? Igen. Na, azt fogjuk most megnézni. Megérkeztem, április 2-a van, itt vagyok Cabo de Sant Vicentében, innen indulok most el fölfelé a Rota Vicentinán. Az útvonal Porto Covo és Cabo de Sant Vicente között halad. Két részből áll, a történelmi útvonalból, ez a Historical Way, és a horgászok útjából ez a Fisherman's Way. A történelmi út 12 szakaszból áll, ezek nagyjából 20 kilométeresek, szóval össze is lehet őket fűzni. A Fisherman's Trail pedig 5-ből, tehát összességében 17 nap, ha az egészet meg szeretnénk csinálni, de általában azért egy 9-10 nap alatt ezt meg lehet valósítani. Ez utóbbi csak gyalogszerrel járható, se biciklivel, se semmi más járművel nem javasolt, mivel nagyon erodált a partszakasz, és csak a helyiek által kitaposott ösvényeken lehet közlekedni, ahol tényleg a horgászok jártak ki a partra. Ez gyönyörű szép, 125 km hosszú nagyjából, a történelmi útszakasz pedig 230 km, ezt megszakítják ilyen körutak is, úgyhogy elég hosszú és szép környék. Végig az óceánparton megy, legalábbis a Fisherman's Trail része mindenképpen. A Historical Way is közel megy az óceánhoz. Leginkább északról délre szokták megtenni ezt az útvonalat, én azonban fordítva megyek. Én délről megyek észak felé, úgyhogy valószínűleg a legtöbben szembe fognak jönni. Akad egy csomó szállás, és vannak kempingek is, én most sátorral megyek, a szállások viszont jóval drágábbak, mint a Caminón, erre oda kell figyelni, de egy nagyon szép útvonalnak ígérkezik, úgyhogy mindenképpen megpróbálok minél gyakrabban bejelentkezni innen, és csinálni róla egy szép kis összefoglalót. Te azért ott lekukucskáltál? Ott a peremről? Le. Akkor nem vagy tériszonyos. Voltam, kikezeltem magammal, kutyaharapás szőrivel, elmentem siklóernyőzni. Hát ez segít, és elmúlt. Az segít. Tényleg. Na jó, baktassunk tovább. Hát ez a túra ugye csodálatos volt. Elég nehéz, tehát itt egy 20-nál többet nem nagyon megy az ember, mert homokba szint? Kell menni. És szint az leginkább van homok. Szint annyira nem, de a homok az nagyon erős. Mezítláb vagy bakancs? Bakancs. Nekem a bakancs vált be. Szerintem a nagy súly miatt nem ártott a boka tartása. Utána megérkeztem a Rota végére, kis városkába, és itt javasolták többen, hogy onnan Lisszabonig ne menjek gyalog, mert az egy olyan 100 km körüli távolság, mert semmi nincs ott, nem érdemes arra menni. Inkább fogjak egy buszt, menjek azzal fel, mert hogy tök fölösleges ott sétálni. Viszont nem az vagyok, aki így ezt csak így elfogadja, úgyhogy elindultam gyalog. Megnézette azt magadnak. Így van, és meg is néztem. Ugye az volt az eredeti elképzelés, hogy amennyire lehet, én a parton vagy a part közelében fogok közlekedni, mert hogy itthon nem nagyon van óceán, ott meg azért akad. És első nap kimentem az óceánig, és találtam egy fantasztikus szeszfőzdét, ami ott kiderült, hogy egy gint készítő srác dolgozik, aki éppen akkor nyert egy nemzetközi díjat, és épp akkor volt nála a New York Times újságírója, amikor én oda keveredtem. Ez már egy elég jó kis élmény volt, kiderült, hogy ő támogatja is a túraútvonalat. És kóstoltál ott? Kóstoltam, tényleg rettenetesen király volt, és kisétáltam a partra, találtam egy parti kempinget, gyönyörű szép kemping volt, és így nézegettem a térképet, hogy hát ott van egy strand, ami így a térkép szerint így nagyon hosszú, de tudtam, hogy a térképek azért el vannak nagyolva, úgyhogy nem bíztam abba, hogy azon csak úgy lehet menni, mert mondom, biztos van, ahol befolyik egy folyó. Volt olyan, amin egyszer át kellett gázolnom, és nem volt egy egyszerű művelet, vagy van egy kerítés, vagy sziklák, igen. Szóval nem bíztam benne, hogy azon lehet menni, de mondom, hát én megkérdezem ott a helyi erőket, a srácokat, hogy mit mondanak erről, és mondták, hogy hát az Európa leghosszabb óceánparti strandja, ami egybefüggő, és hogy maratonokat szoktak rajta futni, úgyhogy nyugodtan mehetek egészen föl Trójáig, ahonnan a hajóm indult. Mert volt egy kis komp, amivel át kellett mennem. Hát mondom, akkor én ezt így bevállalom.
és 36 kilométert mentem Európa leghosszabb strandján, óceánparti strandján, tök egyedül, és közben jött egy vihar, ami nem volt egy kellemes sztori, mert én voltam a legmagasabb pont, meg nem volt nagyon hova bújni előle, de aztán szerencsére elmúlt, és hát fantasztikus érzés volt. De mit csinálsz ilyenkor? De jön a vihar, villámlik, dörög, hát szakad? Először is féltem. Utána hát bíztam benne, hogy nem lesz nagyon erős, ugye akkor arra jutottam, hogy a poncsomból csinálok egy menedéket, és bemegyek a dűnék közé, mert azért ott voltak ilyen kisebb dűnék, aztán valahogy majd átvészelem, de szerencsére viszonylag hamar elment, szóval összehúztam magam, aztán mentem a parton. De ez működött ez a strand, vagy ott napközben itt strandoltak emberek, vagy még ez nem 50, volt olyan az idő? 50 kilométer, tehát hogy így, mit tudom én, 10 kilométerenként 5-6 embert találtam nagyjából, meg egyszer-egyszer egy horgászt. Te nem volt az aranypart érzésed, ugye, mint a déli parton? Teljesen üres volt gyakorlatilag. És milyen időd volt azon a részen, ott a strand részen? Hát volt ez a vihar, utána meg volt egy ilyen 30 fok körülbelül. És csobbantál? Hát belementem, igen. Nem nagyon, mert még azért hideg volt, de nem hacsadtam ki azért. És itt röptettél drónt, ugye? Igen. Azok elég jók lettek, azok a képek. Lett benne jó. Mondhatjuk. Na jó, akkor nézzük meg ezt a videót is. Ma két hete vagyok úton. Most éppen a Rota Vicentina után Lisszabon felé tartok. Többen mondták, hogy nem nagyon érdemes Santiago do Cacém és Lisszabon között gyalog menni, mert hogy semmi érdekes nincsen. Hát ehhez képest én tegnap találtam azt a királyszáz főzdét, ma pedig megtudtam, hogy amerre én indultam el, itt van Európa leghosszabb strandja, ami ilyen 40 plusz kilométer hosszú, és maratonokat szoktak rajta rendezni például. Úgyhogy tájékozódtam itt a kempingben, ami egyébként rettenetesen király, itt Melides mellett, és mondták, hogy simán végig lehet rajta menni, tehát se kerítés, se sziklák, se befolyó vizek, se semmi nincsen, ami utamat állhatná. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy közel 40 kilométert most megpróbálok leballagni a mai napon. Strand. És utána hogyan tovább? Merre tovább? Utána még Lisszabonig volt egy nap, felsétáltam, majd ott megaludtam, meg ott maradtam egy-két napot pihenni. Hogy tetszett neked Lisszabon? Nekem nagyon bejött. Kicsit utána végén már sok volt, már nagyon turista, tehát nagyon tömegérzés volt, nem annyira éreztem otthon magam a második napon, de az elején még nagyon érdekes volt. Jó, de ilyenkor egyébként direkt így tervezed, hogy ha már elmész egy ilyen hosszú túrára és érítesz nagyobb városokat, vagy történelmi jelentőségű városokat, akkor ott célzottan turistáskodsz egy picit? Tudom, hogy ez ilyen bután hangzik, de hogy körbenézel azért?
Igen, körbe, de a magam módján. Tehát nem szeretem azt, hogy úti könyv, és akkor nézem, hogy miket kell megnézni, hanem így elindulok, aztán lesz, ami lesz. És akkor általában inkább persze, amiben így belebotlok, nagyobb, érdekesebb dolog, vagy amiről már régebben hallottam, azt megnézem, de így igyekszem inkább a helyeket keresni, meg azokat a városrészeket, vagy szórakozóhelyeket, vagy éttermeket megtalálni, ahol a helyiek vannak, mert általában azok az érdekesebbek. Jó, és akkor eltöltötte 2-3 napot Lisszabonban, két vagy 2-3 éjszakát? Két éjszakát. Igen, 3 éjszakát, aha. És kimostam a cuccaimat. Ugye... Ja, igen, az ilyenkor hasznos, igen, mert nem árt így 2 hét után. És hát elindultam utána a Portugál Caminón, ugye Lisszabontól. Ja, akkor ez a szakasz, amit most megtettünk itt fejben, akkor ez nem a Caminónak a része, hanem ez neked a bemelegítő, vagy hogy lehet ezt hát mondani? Caminóhoz képest bemelegítő, de ugye nekem ez a túrám, ez az elképzelésem az volt, hogy délről éjszaka, szóval ez az első harmada, mondjuk úgy, nagyjából kilométerbe is körülbelül. Ez 300 kilométerben? 300? 320, 350 valami. Hány nap alatt abszolváltad? 2 hét nagyjából. 2 hét, akkor ez a napi, most vissza kéne osztanom fejben, az nem fog menni. De hát ilyen... volt benne pihenőnap is, de az első, a homokos szakaszok, azok nehezebbek, azok ilyen 20-25 kilométeresek voltak. És volt a parton, amikor a strandon mentem, az 36 volt, szóval így... Jó, azért a 36 kilométerről 20 kilóval az ember hátán, az már sok. Igen. Vagy én saját magamon azt szoktam érezni, hogy 25-ig jó vagyok, utána már fáj. De nem 20 napig megyek, hanem max 4. Én csak 20 napig mentem már. Jó, jó. De érted, hogy lendülsz át? Hát nekem az első 5-6 nap az, ami általában nehezebb. Utána hozzászokik az ember, legalábbis az én testem az hozzászokik. Jó, de akkor ott tényleg az van, csak hogy értsék a nézők, hogy te minden nap, majdnem minden nap felkezd reggel 6-kor, vagy nem tudom mikor, elindulsz és mész 30-at, utána meg pihensz és alszol. Igen. Minden nap így telik. Nagyjából igen. Úgy nem is tudom, talán hetente, két hetente egy pihenőnapot beiktatok azért, leginkább, vagy ha nagyon-nagyon-nagyon rossz az idő, ja, akkor, vagy hogyha nagyon koszos már a mindenem. Igen, hogy muszáj valamit csinálni. Vagy csak ha egyszerűen fáradt vagyok, vagy egy szép helyen vagyok, amit megnéznék. Szóval nem vagyok annyira szigorú önmagamhoz. Mert nem azért megyek, hogy szenvedjek. Ja, igen, hogy ezt élvezni is kell valahol. Így van. Zenét hallgatsz útközben? Esténként kinyitsz valamilyen honlapot, hogy elolvasd, hogy mi történik itthon, vagy ilyenkor direkt így azt mondod, hogy ez 30 nap, ez a tiéd? Nincsenek ilyen szabályaim igazából. Zenét szoktam hallgatni, de leginkább akkor, hogyha nagyon fúj a szél, mert akkor úgyse nagyon hallok semmi mást, illetve amikor így nagyon meg kéne nyomni, mert már késő van, de még van hátra 10x kilométer, akkor beteszek valami gyorsabb zenét, igen, és akkor így elindulok. De a hírolvasás az nagy ritkán, ha eszembe jut, de egyébként nem szoktam, többnyire inkább nem. De akkor inkább ez a magammal vagyok, vagy magamban meg vagyok. Meg a tér annyi behatás, hogy így időt sincs rá, tehát nem nincs ilyen üres járat, tudod, hogy most leülök reggel, iszom a kávémat, akkor olvasgatom a híreket, hanem akkor készülök, megyek, a nézelődök, ha megérkezek, akkor azzal foglalkozok, hogy hova jöttem, ott mi van. Nem annyira figyel oda az ember a hírekre. De ez egy kicsit más egyébként, mint a klasszik Camino, mert ugye ott nagyon sokan mennek, ott tudsz akár barátkozni útközben, vagy a kis szállásokon így ott itt lehet cimborákat szerezni. Itt gondolom ez nem játszott, mert ugye mondtad, hogy itt elég kevesen vannak ezen a távon. Más azért, a kevés ember is elég, tehát velük is lehet barátkozni. Az első szakaszon, ezen a déli, dél-portugál szakaszon, ott nem nagyon lehetett barátkozni, mert ott mindenki északról délre megy. Jó, ezen az útvonalon, én meg délről mentem fölfelé, és ugye találkoztam ugyan emberekkel, de hát másnap ők az ellenkező irányba mentek, úgyhogy nagy haverkodás ott nem volt. A Portugál Camino, a portugál részén az elején már ott volt egy csapat, Lisszabontól aki együtt mozgott, fölfele. Igen, csak nem olyan sok, mint a francia úton. Tehát a francia úton van olyan nap, hogy 500 ember indul el, az volt most a rekord idén, május 1-én 500-an indultak el. Egyszerre, az rettenetesen sok, persze ez egy extrém példa, itt mondjuk 20 ember mozog egyszerre. Szerintem, vagy sormanállás a Himaláján, tudom, hogy sorbáltok föl tudjanak menni. Már néha olyan, igen. Kicsit. Jó, de hogy akkor ez e tekintetből jobb, hogy nincsen zsúfoltság, nem? Mert hogy pont ennek pont ez a lényege ennek a hosszú túrának, hogy
hogy ez tök kellemetlen tud lenni, hogyha sokan vannak körülötted, engem biztos vagyok, hogy zavarna. Igen, hát más azért, a francia útnak van egy varázsa, ott azért ott jobban átérzed ezt a zarándoklatot a többi emberrel, a helynek a történelmével, a szép épületekkel. Itt a portugál részen, a Lisszabon az nagyon szép, utána azért nem annyira szép ez az útvonal, vagyis legalább több benne az aszfalt út mellett banduklás, nem az erdős rész. A Nortén is azt mondtad, hogy sok volt az aszfalt. Ugye, hogyha jól emlékszem. De ott a hegyekbe ment, szóval az azért... Ja, hogy az kicsit más, igen, jó, mert ott legalább a Tájkárpótól. Ott egyel szebb volt, igen. Na jó, akkor most Lisszabonból fogunk tovább menni, jó? Csak most el kell mennünk egy rövid szünetre. Írjanak nekünk a Facebookon, vagy bárhol üzenetet, gondolatokat, és Lisszabonnal folytatjuk a portugál Caminóval. Itt is vagyunk, folytatjuk a műsort. Ugye azt ígértem, hogy elindulunk Lisszabonból, és itt van velem Stiglitz Gábor. Stiga, továbbra is. Elindulunk Lisszabonból. A portugál Camino most kezdődik igazából. Igen. A Lisszabonból elindulva kicsit aggódtam, mert azokat a híreket olvastam előtte, hogy ott nem nagyon vannak jelzések, vagyis legalábbis kevesebb van, vagy nem annyira akkurátus, mint a többi útvonalon. De szerencsére ez most már megváltozott. De ez a kagyló ugyanúgy? A kagyló, meg a nyíl. És most már teljesen jó ki van jelölve, úgyhogy ettől már nem kell tartani. Úgyhogy elindultam. Nagyon szép volt az első rész, imádtam, a szállások is rendben voltak, bár hozzáteszem, hogy viszonylag korán voltam szezonhoz képest, mert a szezon az inkább május környékén szokott ott lenni. És áprilisban volt. Áprilisban voltam, ugye? És már akkor is volt egy pár teltházas szállás, volt, hogy a földön kellett aludni, de mivel volt nálam sátor, meg matrac, ezért ez így nem okozott gondot. Úgyhogy... Árban ugyanott vagyunk, mint a Észak-Francia, meg a klasszikus El Caminón? Hasonló. Hasonló. Talán kicsit drágább. Ilyen 10 euró per így? Nagyjából. Vagy? Azért a többi Caminón előfordulnak ilyen 5-7 ilyesmi árak is. Itt azért inkább egy kicsit magasabb árakkal találkoztam én. De a szolgáltatás ugyanazon a színvonalon. Nagyjából hasonló, igen, az is. Csak ugye jóval kevesebb a szállás, főleg Lisszabon és Porto között. Ja igen, mert ugye a legtöbben azt gondolják, amit mondtál is, hogy Portónál. Valahogy ez úgy épült be a köztudatba, hogy az onnan kezdődik. Ez a Lisszabon-Porto, ez hány kilométer? Nagyjából 400 lehet. Wow. Mert, azt hiszem 250 talán Portótól Santiagoig, és 650 a Lisszabon-Santiago távolság. Mm. Úgyhogy ilyen nagyjából. Ezt a 400-et, ezt mennyi idő alatt? Szóval mennyi idő alatt jutottál fel Portóba? Hát talán 12 nap, vagy 14 valami. Na és ott akkor visszatérünk ugyanerre, szemét, hulladék. Ott találkoztál már olyan helyekkel, ahol valami bántotta a szemedet, vagy ami szembetűnően rossz volt? Annyira nem volt vészes, inkább amikor ezen a hosszú strandon ballaktam, ott találtam vízből kimosott dolgokat, ilyen műanyag bójákat, amiket a halászok használtak, ez ilyen 5 literes műanyag kanna egy kötéllel. De találtam ilyen kávés kapszulákat is kupacokba, azon nagyon csodálkoztak, hogy került oda, de lehet, hogy valami hajón használták őket, és kimosta a víz, illetve hát flakonokat, mindenféle szívószálat, ilyen kis üdítős dobozokat. Nem tudom, hogy a strandolók hagyták ott, hogy a víz hoztak ki, de az így elég. Nem volt tömegével, de azért furcsa volt ott látni ezt így élőben. És milyen a táj Lisszabon és Porto között? Meg milyen a terep? A terep nem nehéz, az viszonylag sík, vannak nagyon szép részek, de azért akad benne elég sok aszfaltos, ami, erről készítettem is egy kis videót a túléléshez hasznos tanácsokkal, ugyanis ott a portugálok elég gyorsan vezetnek, és kicsit úgy féltem időnként az útszélén, úgyhogy vettem egy narancssárga a hátizsákhúzatot, meg az mindig rajta volt a hátizsákomon, akár esett, akár nem, hogy észrevegyenek a... De sokat kell menni az út szélén, mármint úgy, hogy tényleg az aszfalton, hogy az tetemes? Nekem úgy tűnt, hogy sok, de lehet, hogy csak azért, mert nem volt jó. Ezt utálja az ember egyébként, igen, ezt tudni kell. Igen. Igen. Ott többet kell, mint a Porto utáni részen. Jó, csináltál egy videót arról, hogy mi a konkrét útvonal, ugye a portugál Caminón, és akkor az Lisszabonból indul. Lisszabontól mentem, igen. Na, azt akkor megnézzük most.
után Lisszabonba érkeztem, innen indulok el a Portugál Caminóra, a Rota Vicentina után. Ez innentől 650 kilométert jelent még Santiago de Compostelaig. Legtöbben a portugál utat Portótól járják, ezen 200-250 kilométer, tehát ilyen fél út nagyjából. Én azonban az egész úton végig fogok menni, majd Santiago-tól még fölgyaloglok Ferrolig, ami az angol útnak az egyik kezdőpontja, így az egész félszigetet a portugál világ végétől a Spanyolország északi partjáig végig gyaloglom, ami nagyjából 1200 kilométert jelent. Megérkezünk Portóba, jó? Érkezzünk meg Portóba. Azt mondják, hogy az egy ékszerdoboz. Én nem voltam Portóban, nagyon sajnálom, csak Lisszabonban volt eddig szerencsém pár napot eltölteni, de Portó valamiért kimaradt. De mindig vágytam rá, mindig azt mondják, hogy Portó sokkal szebb, mint Lisszabon, tényleg? Hát én beértem Portóba, egy épületek voltak, ilyen panelházszerűek, úgyhogy néztem, hogy mi ez, hogy nem estem nem tőle meg, igen. Majd utána odaértem a folyóhoz. Na, ott konkrétan leesett az állam. Tehát amikor meglátod a belvárost így a híd tövétől, az valami fantasztikus, tehát rettenetesen király ez a hely. A széle ugye az olyan, mint bármelyik külváros, de igen, igen. A belvárosra az valami fantasztikus. Akkor az tényleg gyönyörű? Az nagyon. Tehát így Lisszabon is rendben van, de tényleg igaz, amit hallottál, hogy a Porto az kihagyhatatlan. Mennyi időt töltöttél Portóban? Ott csak egy napot. Vagy egy estét akkor? Két éjszakát, aha. És akkor egy teljes. Ja, hogy egy napot járkáltál. Igen. És miket nézel meg ilyenkor? Szóval, hogy döntöd el? Vagy akkor csak mész, és akkor ami éppen szembe jön? Portói nap is olyan volt, hogy ugye mostam. Ez egy alapvető probléma a kaminók alatt, hogy ott mindig mosnod kell. És pihenőnapnál kihasználod azt, hogy mindent kimosol. Igen, igen. Utána pedig beszereztem egy-két dolgot, ami kellett, mert ugye városban vagy, akkor meg könnyebb bevásárolni. És hát bementem a belvárosba, és kóvályogtam, nézelődtem. Illetve hát találtam egy fantasztikus éttermet, ahol a helyiek ettek, a munkások, és ami 6 euróért ettem egy fantasztikus ment, egy ötfogásos, mert alig bírtam legyűrni. Hát így az rettenetesen jó volt, de hát mondom, az csak, hogy csak kiülsz oda, és nézelőd, vagy nézed az embereket, ahogy mozognak, már az is valami csodálatos. Igen, van egy ilyen szumád a végére, hogy kedves emberekkel találkoztál? Abszolút. Portugálok nagyon-nagyon jó fejek voltak. De ez a spanyolokra is igaz egyébként. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom velük. Akkor nehéz szívvel elhagyjuk Portót, és megyünk tovább északra. Mennyi van még hátra Portótól? Hát olyan nagyjából 250, nagyjából. Illetve hát ugye nekem több, mert utána én még mentem tovább. Igen, igen. De ugye Portóból két útvonalon lehet elindulni, a parti úton, meg a középső úton, ami a szárazföldön megy. Én ugye a partinak akartam menni, de véletlenül a középső indultam. Véletlenül? Igen, mert benéztem egy jelet, és rossz fele fordultam. Úgyhogy az első napot azt ott bent tettem meg, hát az nem volt valami szép, mert ilyen ipartelepen kell ki, hogy hagyod el a külváros, igen, megint, igen. Csak nem az igazi. De utána a második napon kimentem az óceánpartra, és akkor onnantól már jó volt. És ott sátrazol, vagy ott vannak szállások? Ott szállások vannak, és találtam is általában. Sátorra ott már nem nagyon volt szükségem, szerencsére. Úgyhogy innentől elég. És itt milyen a terep? Itt van szint esetleg, vagy van, ami nehezíti a haladást? Nem jellemző. Emberek, akik ugyanúgy ezt a Caminót csinálják, a portugál Caminót, ővelük összefutsz, tapasztalatok? Ott már vannak, tehát ott jóval többen vannak. Ott lehet már barátkozni, együtt menni, az már inkább egy ilyen közösségi élmény tud lenni, ha akarod, mert persze ugye... Mert ezt eldöntötte. Menni, igen, az a saját döntés. A szinte az nem jellemző, ez egy elég
elég lapos az a rész, úgyhogy menni gyakorlatilag bármennyit lehet. Igen. Egyedül a homok tud lassítani, de az se jellemző, mert ott a parton ilyen fajárdák vannak, úgyhogy azon lehet menni. Jó, és akkor itt megyünk, hova lyukadunk ki, mi az a pont, amikor vége van a Portugál Caminónak? Hát a Portugál Camino is ugye Santiago de Compostela-val. Ja, ugyanaz, jó volt, igen, nem is volt egy nagyon ugyanaz. Okos kérdés, helytálló, igaz. Úgyhogy az a vége Spanyolországban, ez egy ilyen 23 nap volt nekem nagyjából. Ment Portóból akkor, ugye? Lisszabontól. Lisszabontól, bocsánat, igen. Portótól egy ilyen 10-11 nap szokott lenni általában, vagy 9-11, van, aki sokat megy egy nap, én ismerek olyan valakit, aki 50-et megy egy nap, nem tudom, hogy csinálja, de ő jó, így tudod, 2,5 méteres és 60-as lába van, mert úgy könnyű. Egy ilyen alacsony, nagyon vékony lány. Jó, akkor nem is értem. Nagyon, nagyon keményen tolja. Én nem tudom, hogy csinálja, én biztos, hogy meghalnék, de ilyen 25-30-akkal lehet. Nekem az így megy. És ott mik a tapasztalatok, tudod, a tájat tekintve, vagy bármi? Amíg megérkezel akkor ugye Spanyolországba, a Camino végéhez. Ott már így rendben van, erdős területen vezet ott az a rész. És amikor beérkezel, akkor ott miatt kapsz egy pecsétet, ugye, hogy ott mindig... Ott megkapod a komposztelet, ez az igazolása, ami igazolja, hogy végigmentél. Ha kéred, mert ugye nem mindenki kéri, azért elég sokan állnak sorba ezért az igazolásért, ugyanis minden út oda vezet, tehát az összes zarándok egy helyen sorba ezért az iratér. Úgyhogy van, hogy 2-2,5 órákat kell sorba állni, és akkor azt így... Én például akkor ki is hagytam, nem álltam be abba a sorba. Hát ezt valahogy megértem. Úgyhogy... Szóval jövök ki tudja hány napot, hány kilométer van a lábamba, és álljak be egy sorba, hogy kapjak egy füzetet, amiben van pecsét, hogy ja. Igen. Hát ez igen. Azt kihagytam, és akkor úgy voltam vele, hogy ugye levezetésként még nekem ott maradt az angol Camino. Ami 118. Valahogy úgy. Igen. Ugye az angol útnak két ága van. Ugye van, ami Coruñából indul, meg van, ami Ferrolból. A korunyai ág az azt hiszem, hogy talán ilyen 90 körül van, 90 kilométer, ha igaz. A Ferroli az 118-120. Úgyhogy én a Ferrolit választottam, mind a kettőre kíváncsi voltam, de már így nem volt lehetőségem mind a kettőt végigjárni. Úgyhogy hát az volt az elképzelés, hogy Santiagoból fölmegyek, és akkor úgy végig gyalogoltam az egész félszigetet, de mivel az elején nagyon nem volt jó érzés mindig szembe menni az emberekkel, ezért úgy határoztam, hogy inkább fölbuszozok és visszagyaloglok a normál irányba. És ez szerintem egy jó döntés volt, mert én nagyon jó emberekkel ismerkedtem meg így útközben. Hogy néz ki egy ilyen ismerkedés? Bandukolsz, tök egyedül, és akkor... Van nálad egy raktapasz? Ja, tudod, akár. Egyébként... De nem, hogy az egy indokolt. Igen, gyakran jársz ide. Te gyakran jársz ide, igen. Nem, igazából hát rögtön az első napon megismertem egy olasz párt, felmentem Ferrolba, és kerestem a helyet, ahonnan indul a Camino, illetve szerettem volna egy indító pecsétet kapni a zarándok útlevelembe, de nem tudtam, hogy hol lehet. És láttam a két olaszt egy hátizsákkal jön, és egyszerűen szóltam nekik, hogy hello. Ti is. Igen, nem tudjátok, is. És tudták. Akkor velük mentem. És onnantól ugye hát együtt mentek, olyan sok lehetőség szállásra nincsen, tehát nagyjából mondjuk minden második nap ugyanott szállsz meg ezekkel az emberekkel, hogyha zarándok szállásra mész. És akkor így egyből köszönsz a másiknak, meg együtt megvacsoráztok, közösen főztök valamit, ugye azzal sokat lehet spórolni, hogyha másokkal főzel együtt. Ugye ez ilyen. Vagy mosol, vagy a szárítógép, vagy ez mindig vagy ilyen bármi, jó barátkozni. Igen. Ugye három Caminót csináltál meg. Ezt mondhatom így? Hát nevezhetjük így? Négy és felett. De nem, van a klasszik, van Francia, a Nort. A Norte. A Norte, van most a Portugál. Akkor van az angol. Ja, ugye, aha. Ja, meg jó. Hát volt, ugye, amikor kimész a Santiagóból az óceán partra, van egy ilyen 90 kilométeres Nusia, meg Finisterre, az bármelyiknek az a vége szokott a vége lenni, lehet, ha akarod, de nem kell, az a Camino de Finisterre úgy hívják, hogy a Camino utat jelent, szóval. Igen, hogy ezt azért igen. Bármit tudsz mellé igen, rakni. Igen, de azt is így szokták. Maradt még? Mert ugye itt, hogyha ránézünk a térképre egy ilyen Caminós honlapon, akkor ott össze-vissza van mindenféle útvonal. Hogy hát még van ezer? Végtelen van gyakorlatilag. A jelölt utakból, amik ilyen ismertebbek,
csak Spanyolországban van legalább, vagy 20. Van, amelyik ilyen egy-két hetes, van, amelyik kettő között, tehát két fő útvonal között csak úgy átvezet, illetve vannak még egész hosszak, például Madridból megy, vagy Barcelonából, tehát vannak még utak, csak azokat mondjuk kora tavasszal érdemes csinálni, mert nyáron nagyon-nagyon több meleg van. Persze. De még van ilyen terv, amit így látsz magad előtt, hogy melyiket akarod még megcsinálni, mert akkor én azt veszem észre, hogy neked ez már minden évben egy fix program. Hát ötleteim vannak, nem csak Camino egyébként, tehát van még pár túra inkább. Milyen kontinens nézel még? Szóval, hogy az Európán belül, vagy el akarod hagyni Európát? Hát bármi. Bármi. Ja, hogy akkor jöhet bármi? Bármi, igen. Hát most Korzikát nézegettem, ott azért ez a GR20-as, az eléggé vonzó. Ugye nem titkolom, hogy ez a Rota Vicentina, ez arra volt egy úgymond kis felkészülés, hogy sátrat vittem, meg több cuccot, mert oda ugye az kell. Illetve hát van még egy-két ilyen komolyabb túra, ami vonz, de egyelőre még nem tudom, hogy képes leszek-e rá anyagilag és fizikailag, hogy azokat bevállaljam. Igen, ez nyilván az embereket érdekli, szóval egy picit muszáj beszélni a piszkos forintokról is, hogy nem elég az, hogy te elmész, és ugye 40 napot bandukolsz, és akkor nincs kereseted az idő alatt, hanem költesz végig. Ugye ez nagy spórolás évközben, és tudod, hogy na majd mindenki lemegy a Balatonra, meg majd elmennek a nem tudom melyik fesztiválra veretni, én meg akkor kimegyek 30 napot sétálni. Nézd, igazából egy ilyen Caminón a költő pénz az nagyjából annyi, mint hogyha dohányoznék. Tehát ha napi egy doboz cigarettát valaki elszív, az körülbelül annyi pénz költ el egy évben, amennyiből egy hónapra el tudsz menni. Szóval ezt elég... Ez meg az egyszerű matek akkor, igen. Igen, nem egy bonyolult dolog, úgyhogy szerintem anyagilag annyira nem durva, nem olcsó. Napi mennyire jön ki? Napi 30-40 euró? Attól függ. Ilyen hát, hogyha 20-30. Az utazást meg mindent beleveszek, a repülőjegytől elkezdve, az mindennel akkor, együtt. Akkor több, igen. Hát a költőpénz az nagyjából 20-30 euró, de volt, amikor 10 volt, amikor 50, ugye, amikor valami nagyon drága helyre jutottam, de átlagban 20-30 euró költőpénzzel lehet számolni. Az úti költség az mondjuk egy ilyen 40 és 100 ezer forint között, attól függ, hogy mennyire tudod olcsón megvenni a repjegyet. Előre kell gondolkodni. Előre, csak a végét nem tudod előre. Igen, mikor érsz be pontosan. Nekem most viszonylag szerencsém volt, tehát találtam egy olcsó repjegyet, de tavaly például drágán tudtam csak hazajönni. Úgyhogy az így ilyen, mondjuk egy 50-60 ezerrel lehet számolni talán. Én szoktam biztosítást kötni, utasbiztosítást. Ja, hát ez szerintem evidens, főleg igen. Ilyenkor. Igen, mert mondják, hogy ilyen bankkártyádon is van, meg minden, én azért nem kockáztatok, tehát én azért kötök egy normálisat. Az is azért egy napi 500 forinttól 1000 forintig terjedhet, de már többször kihúzott a csávából, mert kétszer volt. A Nortén volt probléma. Fogorvos probléma. A francia ugye, úton volt. Ugye ott volt igen. Valami fogorvos. Az volt a fogorvos, meg volt egyszer egy síbalesettem, és mind a két alkalommal a biztosítás húzott ki a csávából, úgyhogy én ezzel nem játszok. Tehát még az is egy ilyen 15-25 ezer forint körül lehet. Illetve hát ugye nekem van felszerelésem, tehát azzal már nem kell foglalkoznom, de ha valaki megy, akkor arra is kell gondolni, hogy az alap. Igen, mert itt ugye megindulsz, akkor ugye a legdrágább az egészben az, hogy amiben mész. Hogyha mire mindent megveszel, azért ott el lehet költeni egy hát egy autóárát, hogyha az ember mindenből jót akar venni, akkor egy új autóárát bőven el lehet költeni. Igazság szerint nem kell jót venni. Tehát hogyha nem gondolod ezt úgy, hogy neked az életformád lesz, akkor ki lehet hozni ezt nagyon olcsón. Egyrészt ugye a környezetvédelmi szempontok szerint nem kell új dolgokat venned. Vehetsz használtat, kérhetsz kölcsön, illetve ezek a hogyha tényleg csak egy túrán gondolkozol, akkor nem kell a legmenőbb, komolyabb dolgot meg beszerezned. Hát igen, csak hogyha úgy gondolod, hogy te elmész 3-4-re, akkor meg... Hát akkor már érdemes, akkor de már érdemes én is úgy voltam, hogy az elsőre azért még nem investáltam annyira komolyan, tehát ki lehetett olcsón hozni a felszerelést. A később már, mikor már láttam, hogy benne vagyok a csapdába, akkor azért... Igen, akkor meg el kell kezdeni költeni. Akkor el, de hosszú távon meg megéri, mert hogy hosszú távon pont most a bakancsal számoltam, hogy az első bakancsom az ez? Ez a mostani, a harmadik. Az első bakancsom az egy Caminót kibírt, utána sajnos ment a kukába, mert teljesen elhasználódott. Nem mondjuk márkát nyilván, de az nem jó. Nem. De ez egy általános dolog. Tehát nem nálam mentünk, mindenkinél az a fajta, illetve a legtöbb ilyen egyszerű fajta az ennyit szokott bírni.
Úgyhogy most beruháztam egy kétszer annyiba kerülőbe, és gyakorlatilag ugyanolyan állapotban van, mint mikor elindultam, és most 1200-t mentem, nem is 800-at. Szóval hosszú távon a második útnál már behozza az árát, a harmadik útnál már olcsóbb. Igen. Tehát így érdemes gondolkodni. Ha valaki csak így kipróbálná, annak nem javaslom, hogy óriás pénzeket. Hát első körben a kölcsön kérünk haveroktól, az és veszünk egy-kettő olcsóbb dolgot. Meg kell nézni a szempontokat, persze, hogy kényelmes legyen, mert az nagyon-nagyon fontos, hogy a hátizsák magassága az a háthosszaddal kompatibilis legyen, mert ha mondjuk te magas vagy és egy alacsony illetőtől kérsz kölcsön zsákot, az nagyon nagy szenvedést tud okozni az úton. Tehát ezeket az alap dolgokat így meg kell úgymond tanulni, de utána lehet ezt okosan csinálni. Mivel jöttél haza Portugáliából? Hát repülővel jöttem Portóból. Én nem is úgy értettem, hogy milyen élményekkel, csak nem fogalmaztam meg rendesen a kérdésemet, de ügyes volt, repülővel jöttél haza. Mivel gazdagodtál? Igazság szerint az volt a fura, hogy én ennyi időt még nem voltam itt távol, itthontól, mert majdnem 2 hónap volt, 8 hétig voltam távol. Úgyhogy marhára le tudtam tisztulni agyban. Tehát az előző utam, meg az előtti után, amikor hazajöttem, akkor volt bennem egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen kicsit rossz érzés, hogy fú, most itthon vagyok, és nem találom a helyem, meg mit tudom én, de most ez így nem volt. Tehát örömmel jöttem haza, és így szerintem le tudtam tisztázni a legfontosabb dolgokat az életemben. Tehát teljesen stresszmentes vagyok, és el tudtam engedni dolgokat, amik nyomasztottak. És valamiért eddig nem mertem. Hát megtettem olyan lépéseket, amiket eddig nem mertem meg. De ez mennyire volt tudatos egyébként útközben, hogy te ezen töprengsz? Vagy ez egyszerűen csak így hozta magával a sok-sok kilométer? Volt benne töprengés, nem volt tudatos, csak jött. Aha. És igazából felszabadultam egy kicsit. Tehát inkább ezt hoztam szerintem. És amikor leszállsz a gépről, hazamész, tudod, a lakásba, ahol egyébként hónapokon keresztül váltak a problémák, de most egy kicsit megtisztulva visszatérsz, ugyanabban akkor nem ránt vissza, nem szippant vissza? Nem. Nem? Nem. Pont ezért fel vagy szabadulva, teljesen másképp látod ugyanazokat a problémákat. És mennyi időt kell várni, hogy az ember visszamenjen dolgozni ilyenkor, tudod? Nekem azt hiszem 3 nap volt. 3 nap? Nem volt választás, hogy menni. Jó, de akkor muszáj. De egyébként ebben ez a legnehezebb, nem? Nézd, én elég érdekes dolgokat csinálok az életemben, és szeretem a munkáimat, úgyhogy nekem ez nem volt egy ilyen nyomasztó dolog. Tehát nálam nincs az irodába ingázós, minden nap ugyanazok a problémák, ugyanazok az emberek, ugyanazok a nyomasztó dolgok, szóval nálam ez így egyszerű volt. Akkor, hogy egyszerű. Ez is akkor így segít. Kinek ajánlod, hogy belevágjon egy ilyenbe? Mert ez ugye annyi összetevős, hogy azért fizikailag egy picit ott kell lenni, mert egyébként csak szenvedsz, ez meg nem jó, mert nem fogod tudni élvezni. Nézd, azért ez nem annyira durva, bárki meg tudja ezt nagyjából. Nézd, láttam ott 80 éves embereket. Mentem együtt 70-es emberekkel, akik ugyanolyan tempóban jöttek, mint én. Nyilván kell hozzá egy fizikum, de nem kell hozzá élsportolónak lenni. Maximum nem 30-at mész egy nap, hanem 10-et. Ja, mondjuk igaz. Úgyhogy időt kell rá szállni. Teljesen rajtad múlik, ha van rá elég időd, meg ugye hát az idő meg ott meg főleg pénz, ugye, mert ha 10-et mész, akkor 10-ként kell szállást fizetni, meg 10 után kell egy napi kajával számolni. Tehát inkább csak ez lehet a probléma. Oda kell figyelni saját magadra, meg a testedre, hogyha valami fáj, vagy nem érzed, hogy jó, akkor tenni kell azonnal ellene, nem szabad figyelmen nem kívül lesz hagyni. Holnapra igen, magától, igen, az nem működik. Tehát erre kell odafigyelni, de tényleg azt látom, hogy 10x éves törzsöt gyerekekkel is látok családokat menni, egészen a 80 éves emberekig mennek az úton. Van egy film, a Martin Sheen játszik benne, és az is a Camino játszódik, azt láttad? Aha, azt mindenki látta. De azt lehet ajánlani, nem aki Caminós, hogy az vagy nem? Lehet, igen. Érdemes. Én azt nagyon szerettem. Érdemes csak megnézni. Be. Ez egy jól megcsinált film, kicsit hollywoodi, ugyan. Hát nyilván amerikai produkció, persze. Igen, de idealizált azért az a világ, amit ők mutatnak. Tehát ott gyártelepet, meg nem annyira szép részeket nem nagyon lát. Nyilván, persze. Úgyhogy azért azt úgy nem szabad úgy egy az egybe elhinni, hogy ez olyan lesz. Igen.
De egyébként ez egy jó film. Jó, jövőre találkozunk egy következő élménybeszámolóval, mert minden évben bejössz hozzánk élménybeszámolóval. Jó. Várhatunk rád? Akkor jövőre számíthatunk rád? Hát ha megyek valahol, akkor igen. Erre vonatkozott a kérdés, tudod? Persze. Segíts, súgj valamit. Tervezed. Hát gondolkozok egy ilyen kaminon még, ami vagy egy kisebben, mondjuk a Primitívon, ami egy ilyen kéthetes, állítólag nagyon szép hegyekben megy, vagy akár két kisebben egymást összekötve, vagy esetleg Madridtól, még meglátom. Jó, majd akkor beszélünk, és akkor jövőre találkozunk. Köszi szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Remélem, hogy hoztunk egy kis kedvet, hogy kimozduljanak és menjenek a Caminóra, vagy bárhova túrázni. Találkozzunk legközelebb. Viszontlátásra!